szolgálati közlemény. Ha valamit akartok tudni, ne a Szilárdot kérdezni, hogy elmentem el a HVG-hez autós teszteket csinálni. Szilárd panaszkodott, hogy mindenki. De tőlem nem kérdezte senki, nem mentem át a HVG-hez. Egy videóra szerződtem a Forddal, hogy kasarolom egy kicsit a Mustangot, illetve összehasonlítom a Mustang Mach-E-val, Mach-E-val, és Zsámbéken ott csapattunk kellemesen, ami mint utólag kiderült a számomra. Nem értettem a paramétereket, hogy a HVG-n fog megjelenni. Van ilyen, de nem mentem át. Nem olvasod az apró betűt. Igen, hát a rosszabb. Én a nagyot se olvasom, nemhogy az aprót. Fákat vakolt Szilárd, és egy kicsit rajta is látom, ami miatt én már néha kimegyek az erkélyre a délutáni napba, hogy barnuljak, mert a motoros szolárium a Batman és Robin, tudod, itt van egy ilyen fehér csík, és akkor egy pirosra sült orr, és semmi más, ugye a motoros szoli, és a Szilárdon is kezdem ezt látni, a vörös orr, és egyébként fehér szem. Milyen jó. És a bambik? Azok elfogytak, ott várunk, azok elmentek 6 óra alatt, úgyhogy a Hop-Top címkére vár, és utána újra lesz. Azok nagyon hamar el. Azok mentek el pikpak. És az is érdekes, volt kommentelő, aki azt írta, hogy oké, hogy nem drágák a sörök, de hogy ne ahhoz hasonlítsuk már, hogy nem az az eredmény, hogy nem drágák a sörök, hanem az a baj, hogy nincs a magyaroknak pénze. De azért minden ne Szilárd nyakába varjunk. Tehát annak, hogy a magyaroknak nincs pénze, nem van Bír Szilárd az oka, de tudjuk, hát, ha megszavaznak, akkor majd utána köpködhetnek rá, csak először... El kéne indulnod. Először meg kell szavazni, és akkor majd utána. Én a kórházból is ki tudom lopni a pénzt, érted? Gond nélkül. És még valami érdekesség, hogy ugye a múlt héten azt dobtam be viszonyszámnak, bár fölösleges volt, hát tényleg olcsók voltak a sörök, nem voltak drágák, hogy be ezek a Balaton-Szandon 2001 dobozos helyneken, állítólag nem voltak sokan a Balaton-Szandon, hogy állítólag az egy kicsit döglődik, meg ezek a prémium fesztiválok, tehát hogy billegnek, hogy tényleg lehet, hogy a kanyarban előzünk, meg minden óriási a jólét, de lehet, hogy még sincs annyi pénze. A magyaroknak ezzel együtt ugyanakkor azonban vannak azért optimista, ezt akartam, igen. Szóval, igen, Józsi már ezért aggódott, és teljes joggal elküldtem neki az itallapot, a mait, és azt javasolta szerényen, de bölcsen, és bölcsen, hogy kezdjük már a stouttal, hogy akkor ha azt életben maradtunk, utána tudjuk még élvezni a többit, és én ezt támogatom. Látszik, hogy a Mad Scientist azért Dániába szállít sokat, hogy a Mean Reef nevű söre, ami gondolom az a mocsári riff. Tehát a riff az a... Tehát egy ilyen gitár izé. Fingus, és abból mondják, hogy hát ilyen gonosz riffek, tudod. Na, Pantera bármi. És hát, hogy egy ilyen... A magyar diósütemények, állítólag a hagyományos magyar diósütemények ízét megjelenítő Imperial Stoutot csináltak, hogy azt mondja, szemüveget kell vennem, mert ez szabad szemmel nem látható szám, már olyan távol van. Olyan 2690 picike. Forint, Hungarian Walnut Cake Infused Imperial Stout. Több érdekes ilyen tétel lesz, aminél azért nehéz megmondani, hogy tehát lesz mákos, lesz még valami ilyen diós jellegű, aminél ugyanaz, mint a kókusz, tehát egy szép dolog, hogy kókusz, meg dió, meg mák, de hogy ezekből nagyon nehéz sört csinálni. Hát az a baj, a diónál ugye az olaja szenvednek folyamatosan. És a máknál is, szóval na, kíváncsi vagyok. Nyilván a Mad Scientistnek annál sokkal több esze van, mint hogy elkúrja az Imperial Stoutját, és ne így nézzen ki, mint egy tökéletes Imperial Stout, és hogy lehet, hogy a hozzávalók között föltüntetik a diót, de hogy azért megküldik valami fekete piaci dark webben vett dió aromával, amit én mélységesen támogatok, mert egyébként... Van rajta ilyen, hogy a Roma Józsi.
Bár azt is el tudom képzelni, hogy például a pekándió, hát végülis az is dió, az is talán zsíros, és én is csináltam pekándiós portert, és semmi baj nem lett a habjának, de talán ez a aroma. Talán ez a Hungarian dió, ez talán zsírosabb. Szóval azt mondja, hogy az apehely manatázatlan candy sugar, mi a candy sugar? Az a, ki a kandis cukor? Dió, kakaóbab, vanília. Magam is így csináltam egyébként. Dió, kakaóbab, vanília. Diót, én se. Józsival nem érezzük a diót, koronásak vagyunk. Majd te. Baromi jó, csak nem érzem a diót. De finom, basszus, csak túl nagy volt a kork, nagyon tömény. Ó, ez a Dark Horse of Vanilla sorozat, vagy Dark Horse sorozatot idéz, de az hordós a Dark Horse? Az nitrós az mitől? Volt. Ja, az ilyen a nitrós, de ez szerintem ugyanaz az anyag. Ó, basszus, ez nagyon. Igazi nyári. Várjam. Hát... Ha elolvastam a címkét, akár még érzem is benne a diót. Magyar diós, figyelj, ha ilyenek lennének a hagyományos magyar diós sütemények, etel közön nem jutunk túl, az biztos. Ott röfögünk a valami etelnek a partján. Három emberes. A végén, amikor a dió is összehúzza az hátra. Valami van. Ez is valaha. Valami van. Kicsit sok az alkohol. Talán. Tehát kis nyersesség jön a végén. Lehet, hogy a nitró miatt a Dark Horse sorozatban... Ez ugye lágyít a nitrósokat. De nagyon jó. Egyedül ne bontsatok ilyet. Tehát csak ha vendég van, mert ez csömöröd lesz. Tehát kb. Ennyit fogok tudni meginni belőle, és már kívánni fogom a nejpályát a mednek. Várjál, mi legyen a második? Józsi, tessék. Savanyúk vannak ugye folyamat. Hát akkor jön a med. Ha csökkenünk, kvejk. A kvejk nejpa? Aha. Menjünk csökkenőbe. Új, de finom. Nagyon finom ez a diós, csak mondom. Irtozatosan tömény. Annyiba kerül, mint másfél doboz helynek a Balaton szantom. Szóval ez egy kvejk nejpa. Viszont több benne az alkohol, mint másfél doboz helynek ebben. Hát annyi, mint egy rekesz helynek ebben. Annyi benne az alkohol. Zappelj, zappmanát, a komlói lesz. Tehát a gonosz riff után ezt úgy hívják, hogy Space Beast. Ez is nyilván egy sorozata, mednek annyi sorozata van, hogy nem tudom őket számon tartani. 2190, és erről azt hiszem, hogy ez a KCBC, ez a kollab. Kollab, igen. Na, nem írnak semmit. Hát biztos van benne komló. Előfordul. És mondom, ma. Biztos finom, 4-4-es a doboz. Ó, de szép. Ó, így, hogy följött a hab, nagyon szép a színe. Úgy tetszik, még megy a nejpa. Ó. Olyan nagyon gyönyörűen, szépen frissen esik bele a pohárba. Már egy kicsit visszakóstolok, ez a diós igazából jó, csak nagyon tömény. Tehát ezt csak úgy lehet inni, ha van mellette egy lágered, egy laza session ipád, ételpárosítás, ételjavaslataink ehhez a sörhöz, tudod, lager session ipa, egy sour, vagy egy nagykertet fűnyíráshoz. Kidőlsz a közepén. A szomszédét is lenyírom. Hú, ez nagyon finom. Ez meg fölösleges megkóstolnom, mert... Hát ez a szokásos, szerintem nekik van egy standard komlóágyú töltésük, amivel ezt a füves, grapefruitos, déli gyümölcsös... Ú, de jó. Telefosság komlóval és szevasz. Nem írtak rá semmi DDH, TDH, TBC, TBK. Kvejk nejpát írtak rá. Egy 8%-os. Azt hiszem. 8? Nagyon finom, nagyon kultúrált. 8. Hát, na ezen nem érzem a 8%-ot. Lehet, hogy azért, mert kisütötte az agyamat ez a Nasty Riff. Nagyon jó. Jövünk is lefelé. Nagyon szép. Azért fölborítottuk a sörsorrendeket általában most már. De jobb nem, így. Nem úgy haladunk, igen. Jobb így. Ha már muszáj ennyit megkóstolni, akkor... Jól adod az áldozatot. Szegény Gyógyit is fölzavarja mindig az azt, hogy mennyi gyorsan. Nagyon finom, nagyon laza, nagyon nem tűnik 8%-nak. Az illata nekem kicsit többet ígért. Hogy a kortyban már mintha kevésbé lenne ez a brutális komlóság, ami... és de jól jön a végén ez az Imperial Stout.
egy torokgyíkként befészkelte magát a gégefőnbe. 8%. Mi jön? Ja, és jön még a vambíres viharsarkos góze is. Hát igen, Csernicki Boti, az a baj, hogy a Szilárd, amit küldött linket, ez is nyilván annyira új, hogy még se kép, se szöveg, se kép, se hang nem volt, igen. Úgyhogy nem tudtam mi ez, nem tudtam előzetesen. Mi az, hogy Stillwater? Ez egy kollab Stillwater. Ha megértem, hogy tudod, hogy ráírja, hogy sima csapvíz. Delicate, creamy and juicy sour ale fermented with bushels of smooth Hungarian apricot, sárga barackos és kvejkélesztős. A pinch of pakisztáni salt, helyben vagyunk, egy csipetnyi pakisztáni sóval és citra és halertau tradicionnal. Hideg komlózva. Okos, okos, okos. Én nagyon támogatom. Megértem, hogy kifut én mindadat. Én rágugliztam erre az izére, ami a sör neve. Ja, és mi az, hogy álmembrék? És mi az? És ugyanilyen valami kis izé gitárral van egy csomóféle, valami zene. Vágj be, googlizd rá. És csak zenét dob ki. A break... Zámbe. Az egy ilyen kiállást jelent a legalábbis az valamilyen alap zenében. Lesz szerintem, gitár alap. Nem, az valamilyen ilyen variálás a sor végén. Vagy egy ilyen dobizét, és akkor megyünk tovább. Én ezt ittam tartályról, úgyhogy nagyon sokat vettem. Gyönyörűen. Ez tényleg, mint egy süti. Gondolkoztam, tudod, túl gondoltam ezt az egész Almond Break-et, még olyanokon is gondolkoztam, tudod, a Dacia, a régi Dacia-nak a kombi, azt hiszem, az is break volt. Meg mindenféle dance-en gondolkoztam, hogy mi lehet a break. Tehát úgyis olyan mindegy, ha van benne egy kis pinch of pakisztáni salt. Hát az. Ez Szilárd világa, ez tökéletes, lehetne savanyúbb. Bár nagyon jó a sárga barack. Jó a sárga barack. Jó lekváros illata is van. Jó lekváros illata is van. Nem csinálsz Botival kollabot, hogy ugyanezt a receptet egy kis kromofággal meghintve. Tehát ez sokkal savanyúbban, és akkor az egy ilyen vambér signature. Egy sárga barackos sugar lipset? Hol főző egyébként? Ez a Reketjénél készült speciál. A szakmai, a megkérdőjelezhetetlen szakmaiság üvölt róla. Ugye? Hogy gyönyörű. Tehát tényleg habos sütemény, nagyon szép. Nagyon jó. Nagyon a só, nem érzed a sót, egyszerűen csak ott van. Betölti igen. A feladatát, fokozza az ízt. És 1690, semmi. Bebophoz képest olcsó. Bebop szinten olcsó. Igen. És hát egy Balatonszondos helynek ehhez képest meg gyakorlatilag ingyen van. Igen. Mennyes mákos. Igen, ez az, ami nagyon érdekel, és ha fogadnom kéne, úgy képzelem, hogy nem lehet majd érezni a máki ízét. Én mák junkie vagyok, tehát én, ha választanom kéne, hogy egy lakatlan szigeten tudod, milyen szállítmánnyal törjek hajót, akkor tészta és mák, és akkor én el vagyok. Tehát én bármeddig ennék mákos tésztát, bármilyen mákost. De a máknak az a baj, hogy valójában nincs íze. Tehát anélkül, az állaga nélkül, ha nem lenne ez a szemcsés ízé a szádban, meg az az édes... Hát meg cukrot kevernek hozzá. Meg a cukor, hogy akkor igazából egy jellegtelen. Tehát én se tudom, miért szeretem. Oly de szép, oly de szép. Na és hogy mit is írt erről a Horizont? Jaj, megyes, mákos, rétes. Gyönyörű szokás szerint. Hát ezt már szerintem egy mesterséges intelligencia is összepattintja nekik. Mák, vanília, fahé, savanyú. Tehát ez egy sour ale, mert ez egy megyes mákos rétes, igen. Azt írják, hogy ez Európa szerte ismert megyes mákos rétes. Van Európa szerte megyes mákos rétes? Nem tudom. Van valahol máshol rétes? Ez jaj, milyen nemzeti süti a rétes? Az Strudel? Hát én németre gyanakodnék. Bár lehet, hogy a vérszerződés a végén sütöttek egy nagy adag rétest. És laktóz, ezt laktóz érzékenyeknek nem ajánljuk. Szépségversenyt azért Csernicki Boti. Ó, ez is gyönyörű, és ez is gyönyörű. Szóval, na, ilyen szépségek vannak. 1390.
Mi ez a barackos? Na jó, és akkor ez is nagyon jó. Hirtelen visszakívántam arra a Mad Stoutra, de előtte... Nagyon jó. Valami van. Hozza. Érzed rajta hozza. A fahéjat is, mindent. Lehet, hogy már teljesen elhűltem a dolgaitól, hogy ezt is el tudnám képzelni savanyúbban. Gyönyörű a sör, és hozza. A Sugar Lips-re azt mondták, nem lett olyan savanyú, mint az első volt. Mondtam, hogy hozzászokott a piac. Én is azt mondtam. Teljesen. Vagy lehet, hogy elsősorban én mondtam. Megszokták. Nagyon jó ez is. Ez veszettül finom. Valami ott van, valami olajos. Igazából szerintem inkább ez valami... a megyfahéj dominál, mák az... Az, csak van valami olajos íz a végén, és az akar lenni a mák, szerintem a mák szerepét eljátsza valami. De... Érted, Robert De Niro se volt igazából keresztapa, hanem egy színész eljátszotta, tehát az élmény szempontjából tulajdonképpen lényegtelen. Végezzük a kivivel, és nézzük meg a fehér nyúl cseri busztját. Melyen? Hát melyen, tudod, szokás szerint vannak dolgok a címkén. Hát business as usual, címke as usual. Megyes Pélél 4,5%-kal, és azt mondták, hogy valamit ezen akarnak. Nem az volt, hogy itt van valami csavarás? Vagy nincs semmi csavarás? Nem tudom. Megy püré, megy sörítmény, búzom alá az apály laktóz, komlósör élesztő. Neked volt az a zseniális megy csöröd, amit annyira dicsértem? A cserikókot imádod. Nem a cserikókot volt? Nem neked volt valami megyes? Volt nekem is. A múlt héten is volt. De az a megyes góze. Igen. Ja, és kérdezte a kamionos, aki hozott nekem, képzeljétek el, már a második kamionos hozott nekem kamionos söröket, amit majd Józsival a nyaraláson fogunk elfogyasztani, és kérdezte, hogy az extrém sörverseny hogy áll. A három kicsit azokat már ittam, hogyha nagyon be van hűtve a Szentom, mert az egész iható. Ez nem valami jó reklámszöveg. És mondtam neki, hogy figyelj, mondom, ha még lefőzöl valamit, még most tényleg azért, mert hoztál kamionos söröket, én latba vetem minden befolyásom szilárdnál, hogy hogy áll, mikor lesz, tudjuk már, hogy mi van? Hát várjuk ugye majd a söröket. Most az időszak van. És de meddig? Hát én nem emlékszem, de kint van az oldalunkon. onabeer.hu, tekintsék meg. Tekintsék meg, hát egy szép meccsör. Meg valaki azon... elégedetlenkedett egy kicsit, hogy miért van ennyi laktóz. Hogy akkor most a laktóz érzékenyek mind megye, ha nem akarnak fosni tőle, akkor mind vegyenek ebbe mellé laktázenzimet. Más valaki viszont azt mondta, hogy nem, ez csak egy optikai csalódás, hogy ennyi a laktózos sör, hogy 2 éve volt a csúcsa a laktózos söröknek. Hát én nem emlékszem már a múlt hétre se. Te már pakoltad a fákat. És a nyalóka íze is van szerintem. Úgy érdekes, hogy savanyú, de valahogy korgyban, tehát így bejön, és azt mondod, hogy olyan tompa, de ugyanakkor mégis savanyú. Mégis, igen. Jó lett. Valahogy a hegyét lereszelték a megynek. Megsértődik a nyúl, de szerintem pont az hiányzik benne, ami a miénkbe benne van. Tiétek verhetetlen, az tényleg nagyon jól sikerült. Az van még? Nincs abból már, nem? Van még. Van még? Abból nagyon-nagyon sokat dolgozunk. Józsi, nem mész szilárdhoz? És kevesebbet hordóztunk. Nyaralásra kéne savanyú, valami... De csak savanyú. Csak savanyút, jó. Sugar Lips-et is viszel? Azt nagyon szerette. Csak azt hiszem, ilyen 20 doboz van, úgyhogy sietnek kell. Jövőjünk a valamelyik Jó lett. Finom, de a neve szerintem ez, tehát erre ki kellett volna találni, milyen süteményre hasonlít, vagy milyen édességre, mert biztos, nyalóka. Hogyha... Nyalóka. De nem nyalóka a neve, ugye? Ez csak simán cherry boost. Igen. Ilyet még nem ittál, de nem tépi le a fejed. Tehát nem volt még ilyen meccsör. Olyan nagyon érdekes, hogy savanyú, de nem szúra. Hogy a megynek van valami szúrós ízéje. Na jó, de zárótételünk, figyelj. Ez a sorozatunk utolsó tagja.
Ajajaj, hát ez olyan, mint a Trónok harca évad zárója, tudod, hogy most utoljára látod ezeket a szereplőket, mert különben mindenki meghal, hiszen be fog jönni egy csomó ilyen kardos balfasz, akik össze-vissza súgoktatnak, és ez a sok szép remény, fiatal színész soha többé nem látott, hiszen elhasználódtak a Trónok harcában, vízből, árpamalád, ja, tehát ez a szokásos... Igen, csak Kivis, Kivis Góze. Basszus, de jó az utóizernek a nyúlnak, viszont. Nagyon jó élesztős utóíze van. Érdekes, szerintem egy kicsit, lehet, hogy más dolguk volt, és a marketingen nem gondolkoztak eleget, hogy, hogy ki kellett volna találni, hogy tudod, hogy mi ez. Tehát a jobb név kellett volna, hogy valamire ez emlékeztet, valami. Nem biztos, én hogy sütemény. Én nyalókát rátettem volna gond nélkül. Nekem szerintem nem nyalókás. A nyalókás az egy tisztább, fényesebb íz. Ez meg egy valahogy, mintha le lenne tompítva. Gondolkoznom, kéne meg aludni rá egyet, amire most nincs lehetőség, ameddig ennek a tesznek a keretein belül. Tehát igazából a főzet jó, és ha legközelebb lefőzik, akkor szerintem érdemes lenne rájönni, hogy mi az Isten nyilára emlékeztet. Ez írjátok meg komiban. Ah, kiwi. Nem akartam színezéket belerakni, mert akkor Levente ideg összeomlás kap. Jó, hogy zöld? Aha. És raktatok bele kivit? Mm-hmm. Hát nem érzem a kivi illatot egyáltalán. A 100%-os gyümölcsürítménynek is semmi illata nem volt. Ez a kivi, ez egy nehéz dolog. Ó! Oh. Ó! Oh. Savanyú, mint az... Ó, na ez elég savanyú. PH mennyi? Nem tudom, de nem. Sajnos elolvad benne a pH-mérő, beledugták, de csak egy ilyen üszkös csonk jött ki. Hát ugye a kivi savanyú, meg még bele a góza, és az még ugye picit dobott. Mi a szentségét? Jó lett. Hát csak ennyit tudsz mondani. Már több sör óta vissza akarok erre kóstolni, ugye ez azért... Na azután savanyú lesz. Egy jól sikerült, na azt azért. Jó, de egy védőbevonatot kép ez a nyelve. Ja igen, nyelven. Igen, tényleg, múltkor a Sugar Lips ellen. Nagyon ajánlom, nem fogjátok megbánni, hivatkozzatok rám. Csak ne egyedül igyátok. És fogyasszatok hozzá savanyúakat. Ú, basszus, de jó. Ez a Dark Horse sorozattal abszolút annak a szintjén van. Most már szinte a diót is. Étcsokis. Ú, basszus, nagyon jó. Komplex, jó, arányos. Ha. Ez savanyú, mint a Sugar Lips, Szilárd. Nem tudok beszélni. A Józsi arca, Józsi nem tudját előre. Józsi arca kicsit olyan lett, mint azok az alumínium galacsinok, amikkel a macskánk játszik, tudod, ez a teljesen... Összegyűrt cigis doboz. Összegyűrt cigis doboz? Van egy ilyen arc? Na, ugye? Hát, Szilárd, az íze kurva jó. Ja, kellett volna az ételfesték, igen. Én sem vagyok egy ételfesték rajongó, de tudod, el kell adni, ugyanaz, mint a nyúlnál, hogy ott egy név kell... De a sarok Levente nem hajlandó, én nem egyszerűen... Levente, kérlek, Levente, ez, tehát az ételfesték része az a marketinghez tartozik. Igen. Marketinghez a Szilárd ért. Te megcsinálod a sört, a sör patika, de... Kellett volna bele a zöld, igen. Nem hiszem, hogy gondjai lesznek Szilárdnak az értékesítése, mert ez a sorozatotok, ez mind kurva jó. A meggyes, az szerintem az benchmark, tehát az egy világító torony a magyar kraftban. Nekem a Passion meg a Kiwi, a legelső, tudod, ami volt. Azokra már nem emlékszem, csak tudom, hogy mindegyik nagyon jó volt, és ez is nagyon jó, de ezzel a színnel ez nem. Igen, én is egy kicsit bezöldítettem volna. Jó, végül is nem baj, hogy nem hozol minden héten üdítő italokat. Ó, és még van egy harmad pohár nejpám.